Ez év februártól nyitottuk meg ezt a sószigetet, a Kristály sószigetet. Azóta várja a kedves vendégeit, gyerekeket, felnőtteket egyaránt, akik gyógyulni vágynak, vagy csak relaxálásra, pihenésre, légúti megbetegedésekre, illetve egyéb problémákkal, akik rendelkeznek, szeretettel várunk mindenkit. Mindenkinek javasol. Legfőképpen gyerekeknek, akik óvodába mennek, illetve óvodába járnak, hiszen közösségbe járnak, gyengül az immunrendszerük, most kezd kialakulni a kis immunrendszerük, most kezd fejlődni, és ez nagyon jót tesz nekik, segíti őket, hogy megerősödjön az immunrendszerük, hiszen immunerősítő hatása is van magának a sóterápiának, de legelsősorban, akik légúti megbetegedéssel küzdenek, nátha, asztma, allergia. Akik allergiások, azok fél évente egyszer célszerű egy hosszabb kúrát tartani, illetve amikor megjelenik a pollen, akkor egy nagyobb kúraszerű használata javasol. Asztmásoknál szintén fél évente kellene egy megelőző kúrát tartani. Hogyha valaki légúti megbetegedésben szenved, tehát mondjuk elkap egy náthát vagy influenzát, akkor is célszerű több alkalommal eljönni egymás követő napokon, és utána ismétlő kúrákat tenni. Egy kúra az 10-20 alkalomnak megfelelő, ezt körülbelül 2-3 hónap alatt le lehet járni. Belélegezzük a sót, bekerülnek ezek a sórészecskék a szervezetünkbe, ezáltal tisztítja, így várhatók mellékhatások is, tehát orrfolyás, torokkaparás, tüsszögés, szemviszketés, ez mind előfordul, sőt a terápia elején ezek fel is erősödnek ezek a tünetek, de utána az 5.-10. egyéntől függően alkalom után ezek meg fognak szűnni. A mi sószobánk az többnyire parajdi sóból épül fel, mint ami itt is látható, ez a szürke sótöm. Ez azért fontos, hogy, és ez azért többnyire ez található itt, mert több mint 84 féle ásványi anyagot tartalmaz. Ebből ne vonják ki a gyógyászatban használt iszapot, ez adja a szürkés színét. És mivel felületük porózus, ezzel kerülnek a sórészecskék a légtérbe egy ventilációs rendszer segítségével. Díszítőelemként megtalálható a himalájai sótégla, a padlózat őrölt sóval van borítva, és elég nagy mennyiségben. Gyerekeknek sóhomokozási lehetőség van, hiszen a padló azzal van borítva, és hogyha ezt így dobálják, minél többet a sót, az a jó. Ugye úgy kerül be még jobban a szervezetükbe. Felnőtteknek meditációs zenét, gyerekeknek játékos zenét tudunk kapcsolni, és még bent vannak a kedves vendégeink, addig színterápia is működik, aki igényli, hiszen a színeknek is gyógyító hatásuk van, és ezek is kedvezően hatnak a szervezetre. Az én kis lányom az allergiás és aszmás, és mi kipróbáltuk a sóterápiát, és neki ez vált be. Nagyon sok gyógyszert írnak föl. Én azt mondom, hogy kell szedni a gyógyszert persze, de vannak, amik ez a sóterápia maga csökkenti a tüneteket, akár allergiásoknak meg is szüntetheti az allergiás időszakban a kellemetlen tüneteket, akár 100%-ban is. És mióta az én kislányom például részt vesz itt vagy jár, azóta nála nem alakult ki ilyen aszmás roham. A Kristály sósziget az mindenkit nagy szeretettel vár, kortól nemtől függetlenül, annyi az egyetlen alsó határa életkorba, hogy 6 hónaposnak kell lenni a kisbabának, tehát 6 hónapos kor alatt nem, utána bárki jöhet. Szívesen várunk csoportokat is, akár bölcsődei, óvodai csoportokat, családi napköziből is, kedvezményes áron természetesen csoportoknak. Vannak bérleteink, 10-20 alkalmas bérleteink, ezeket is kedvezménnyel tudjuk biztosítani. Ahhoz, hogy valaki a sószobát vagy a sóterápiát nálunk igénybe vehesse, ahhoz telefonon szükséges bejelentkezni, és ott lehet érdeklődni, és bejelentkezés alapján vagyunk nyitva.